Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai rendezvényünknek a mottója tárkereső. Ugyanakkor én háttérképnek egy picit más képet választottam. Ez nem a tárkeresésről vagy társkeresésről szól, hanem ugye azokkal a kihívásokkal, amikkel az utóbbi években szembesülünk. Ez a megoldásaink legyenek gyorsabbak, legyenek nagyobbak, legyenek rugalmasabbak. És ugye ez a gyorsabb mindenkinél, nagyobb mindenkinél, rugalmasabb mindenkinél, és mindezt egy ilyen könnyed mosollyal, könnyedén oldjuk meg. Ezért választottam ezt a képet a rendezvény megnyitásához. Azt látjuk, hogy ugye tulajdonképpen benne vagyunk egy adatrobbanás közepében. Ezt szokták mondani, hogy egy adatrobbanás világát éljük. Ugye megjelentek olyan technológiák, ami olyan adatok kezelését, feldolgozását teszi elérhetővé, lehetővé a mindennapi cégek részére, ami régebben elképzelhető. Ugye megjelent a Big Data, egyre több alkalmazása jelenik meg a mindennapokban. Egyre többet beszélünk és egyre több alkalmazását látjuk az IoT megoldásoknak. Ugyanakkor mindezek mellett, hogy lesz szó a mai programban a deep learningről, mély tanulásról, az is nagyon sok minden foglalkozik. Nem tudom pontosan, miről fog hallani, de azt tudom, hogy ugye egyes deep learning megoldásoknál a nagy minták elemzése, feldolgozása, nagy mennyiségű minták feldolgozása az megjelenik a feladatok között. Tehát ez a nagyobb, legyen nagyobb, ugye ez az elvárás. A másik, hogy legyen gyorsabb. Az egyre nagyobb adatmennyiségek kezeléséhez ugye olyan technológia kell, ami ezt a méretbeli növekedést azért még elérhető távolságban tartja számunkra. Ugye ez nagyon intenzív technológiai fejlesztést eredményezett az elmúlt években a különböző szállítók részéről. Elmentünk egy olyan irányba, vagy kezd elmenni a piac egy olyan irányba, ahol már tényleg küzdünk a millisekundumokért, ahogy itt az egyik előadásban is szó lesz róla. Másrészt meg a megoldásban, ugye akár a flash technológiák, amiknek nagy jövőt igényelnek, megoldásban is törekednünk kell a rugalmasabb megoldásokra, ami pedig az elmúlt éveknek akármi ez a service megoldások irányába tereli az adattároló képességeket is, az adattárolási szolgáltatásokat is, és ugye ez a szoftveresen kezelt az adattárolási megoldásokról is fognak majd hallani a mai napon. A legyen rugalmasság az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezekkel az erőforrásokkal úgy tudunk dolgozni, hogy a gyorsasággal szembeni igényeket tudjuk reagálni. Elnézést. Ugyanakkor a külső környezetünkben az idei évben közeledik egy sokak által ismert és kíváncsian várt pillanat, ez a május vége, amikor a GDPR rendeletet gyakorlatilag már minden napok szintjén kell alkalmazni, és hát bizony ennek a GDPR törvénynek az alkalmazása az adataink kezelését, tárolását, főleg, hogyha archívadatokról beszélünk, azt kicsit felkavarja, mert számos olyan kérdés merült föl, amire nehéz egyértelmű megoldás vagy egyértelmű választ kapni, hogy az archívált, akár szalagokon, akár más módon tárolt adatokban ezeket az adattörlési kötelezettségeket hogyan oldjuk meg. Tehát igazából egy tulajdonképpen teljesen más területen megjelent jogi elvárás kihat az adattárolási technológiákra és megoldásokra. Ugyanakkor a GDPR az nagyon sok területen jelent új kihívást számunkra, és egy másik ilyen, amivel kapcsolatban szintén lesz majd egy előadás, az a tesztelés témaköre. Ugye a tesztelés hogyan kapcsolódik a GDPR-hoz? Ugye a tesztelés mint feladat már nem új keletű. Régen is megvolt, évtizedekkel ezelőtt is. Ugyanakkor a tesztelésnél mindig egyfajta elvárás volt, hogy legyenek adataink, amiken a tesztelést el tudjuk végezni.
de a másik adatbiztonsági, információbiztonsági elvárás pedig az volt, hogy ezek az adatok azért ne az éles adatok legyenek. Tehát megjelent a palettánkon az anonimizálás, depersonalizálás, mint feladat. Erre léteznek régóta megoldások, a különböző szállítóknak különböző megoldásai, de ugye a GDPR rendelet ezt is egy kicsit felszínre hozta és előtérbe helyezte, mert ott ugye meg kell tudnia oldani a cégeknek, hogy bizonyos adatok beazonosíthatatlanságát megvalósítsa. Tehát ez az anonimizálási, depersonalizációs technológia előtérbe került, és ezért régi technológiák gyakorlatilag újból oda kerültek az asztalunkra, amivel foglalkoznunk kell. A mai rendezvényen, tehát ez a gyorsabb, nagyobb adathalmaz kezelése rugalmasan, én ezen motto köré fűztem föl a mai programnak az áttekintését, és jó szórakozást kívánok önöknek, és remélem, hogy hasznos és értékes és jól használható információkkal távoznak a mai napról. Köszönöm szépen!